Annyira furcsa most, mert mindig délután szoktam videózni, amikor Lili alszik, és egy picit mindig vissza kell fognom magam, hogy ne legyek túl hangos. De most nincs itt Lili, ugyanis a férjem szabadságon van, és délelőtt van, nem délután, úgyhogy elvitte Lilit sétálni, úgyhogy most teljes nyugalomban tudok videózni, nem kell azon stresszelnem, hogy Lili mikor ébred fel. Viszont ami változatlan, hogy felhőátvonulás van, úgyhogy egyszer kisüt a nap, egyszer beborul, szóval látom, hogy kész rémálom lesz ez a videó is fények szempontjából, de remélem, hogy azért velem tartotok. Sziasztok! Régen volt már kedvences videó, úgyhogy arra gondoltam, ma megmutatom nektek, mik azok a termékek, amiket szívesen használok mostanában. Ez nem kifejezetten egy ilyen havi kedvences videó lesz, nevezzük inkább őszi kedvenceknek, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem. Viszont nagyon fontos, hogy ha még nem vagytok feliratkozva a csatornámra, akkor mindenféleképpen tegyétek meg, akár itt a képernyőre kattintva, akár lent a videó alatt található gombnál, ugyanis szuper nyereményjátékokkal készülök az elkövetkezendő hetekben, de nem csak itt YouTube-on, hanem a blogon, illetve Facebookon és Instagramon is, egyébként most a blogon is fut egy szuper kedvis nyereményjáték, szóval érdemes mindenhol követni, de akkor most nézzük az őszi kedvenceimet. Rengeteg termék van itt körülöttem, és most főként sminkekről lesz szó, úgyhogy mutatom először azokat, amik nem sminkek. Itt van először is egy parfüm, ez a Zadigan Walter This Is Her nevű illat, amivel egy blogger találkozón találkoztam. Először annyira nem is nagyon izgatott ez az illat, nem voltam különösebben kíváncsi rá, de amikor megszagoltam, egyszerűen azonnal beleszerettem, és az azért elég ritka nálam így parfümöknél, hogy első szaglásra beleszeretek, de ennél pontosan ez történt. Nagyon-nagyon érdekes illat, én nem is találkoztam még hasonlóval, mert hogy eléggé fűszeresen nyit, viszont utána átmegy egy ilyen édeskés, gesztenyés illatba, igen gesztenye, amit szerintem tényleg lehet rajta érezni, szóval nagyon-nagyon illik ehhez az őszi-téli időszakhoz, tartós, egyszerűen isteni, imádom. Egyébként írtam már róla a blogon egy bejegyzést, illetve nem kifejezetten csak erről a parfümről, hanem néhány másik új illatról is. Beteszem a videó alatti leírásba ennek a blogbejegyzésnek a linkjét, és akkor ott meg tudjátok nézni. A következő ez egy hajra való termék, mégpedig a Matrix Styling Turbo Dryer Matrix Styling Turbo Dryer Blow Dry Spray, vagyis ez egy ilyen hajszárító spray. Még nem használtam soha hasonló terméket korábban, de szerintem ez nagyon-nagyon hasznos, ugyanis én utálok hajat szárítani, ne kérdezzétek miért, egyszerűen nem tudom, macerás, sokszor, amikor meleg van, akkor inkább hagyom természetesen megszáradni a hajamat, de azért télen inkább szeretem hajszárítóval csinálni ezt, és ezzel a kis sprével sokkal gyorsabban szárad meg a hajam, és tényleg érzékelhetően gyorsabban tudom vele megszárítani. Másrészt annyira finom illata van, ilyen édeskés, nem is tudom, valamelyik parfümre emlékezhet az illata. A lényeg, hogy tényleg gyorsabban szárad meg tőle a haj, illetve segít, hogy kevésbé legyen szöszölődős. Hogyha valakinek szintén ilyen macera a hajszárítás és nem szereti, akkor annak tudom ajánlani ezt a hajszárító sprét. Ha már a hajra való termékeknél tartottunk, akkor jöjjön még egy, amiről már csináltam egy külön videót, de szeretném itt is megemlíteni, mert annyira nagyon szeretem, hogy muszáj róla mindenhol beszélnem. Ez a Mix Nature hajmaszk, amit én magam kevertem a Mix Nature weboldalon, tehát én választottam azt ki, hogy milyen összetevők kerüljenek bele ebbe a hajmaszkba. A videót azt beteszem majd ide föntre is, meg a videó alatti leírásba is, mert ott részletesen meg tudjátok nézni, hogy hogyan is zajlik a rendelés, meg mennyibe kerül, meg mindenféle fontos információt. De az a lényeg, hogy ez a hajmaszk csodákat tesz a száraz hajammal, isteni finom, puha, sejmes lesz tőle a hajam, fényes, egyszerűen tökéletes hajmaszkot alkottam, de most tényleg, tehát én egy picit szkeptikus voltam, hogy mi fog abból kisülni, hogyha én állítok össze magamnak egy ilyen hajmaszkot, de tényleg nagyon jó lett. Ha már Mix Nature, akkor az arckrémet sem szeretném kihagyni ebből a kedvences videóból, ezt szintén én állítottam össze magamnak. Ugye három terméket készítettem, ezt az arckrémet, a hajmaszkot, illetve egy arcradírt, és az arcradírt is nagyon szeretem, de a hajmaszk, illetve az arckrém lett az, ami igazán nagyon-nagyon bevált, és nagyon-nagyon szeretek. Ez egy ilyen normál és vegyes bőre való arckrém lett, mindenféle hidratáló, meg nyugtató összetevőket is tettem bele, és most úgy használom, hogy ez a nappali arckrémem, és este pedig a L'Occitane peóniás
börtökéletesítő arckrémet használom, amit egyébként szintén imádok, de az már annyian kedvences, meg mindenféle videóban benne volt, hogy már nem akartam most is idehozni. De ez szerintem nappalra tökéletes, nagyon jól hidratál, még ebben a hidegebb időszakban is megfelelően táplálja és ápolja a bőrömet, úgyhogy nagyon szeretem ezt is. Jöjjön még egy arcápoló termék, amiről szintén volt már bejegyzés a blogon, és ezt is be fogom tenni a videó alá. Ez a Fee Cosmetics Mandala Gyengéd Arcradír, ami ilyen furcsa kis papírtasakban található, amit én egyébként nagyon nem szeretek már, hogy tehát ez a csomagolás, ez szerintem minden csak nem praktikus, de ami benne van, az egyszerűen aranyat ér. Nekem eléggé érzékeny a bőröm, és nagyon nem mindegy, hogy milyen arcradírt használok, de ez valami hihetetlenül jó. Ebben ilyen nagyon finom kis radírozó részecskék vannak, mert hogy nem szemcsék, hanem olivamaghéj, illetve mandulahéj őrlemény van benne, és ezek radírozzák a bőrt. Egyáltalán nem karcol, egyáltalán nem irritálja a bőrömet, de mégis nagyon hatékonyan radíroz, szóval tényleg egyszerűen isteni. És ami a legjobb benne, hogy nem kell utána szinte még hidratáló krémet sem használnom, mert annyira puha, hidratált és ragyogó lesz utána a bőröm, hogy úristen, emlékszem, hogy amikor először használtam, valamikor így este 9-kor egy ilyen nagyon húzós nap után, bementem a fürdőszobába, teljesen zombi voltam, és hát próbáljuk ki ezt az arcradírt, és mikor így lemostam, hát nem hittem a szememnek, mert egyszerűen csodálatosan nézett ki a bőröm este 9-kor, ami azért nem nagyon szokott jellemző lenni. Szóval ez az arcradír zseniális, akinek érzékenyebb bőre van, annak nagyon tudom ajánlani, hogy ezt próbálja ki. Beteszem majd a blogbejegyzést is a videó alá, illetve a linket, ahonnan lehet ilyet rendelni. És most akkor jöhetnek a sminket. Yes! Van itt két alapozó először is, amik annyira különböznek egymástól, hogy szerintem ennél jobban már nem is lehetne, de mégis mindkettőt imádom. Az egyik az a Max Factor Miracle Touch Skin Smoothing Foundation, aminek ilyen kis vicces tégelyes kiszerelése van, mert hogy itt felül van egy ilyen kis szivacska, és akkor le lehet tekerni ezt a kupakot, és itt van maga az alapozó. Ez egy ilyen, hát krémesnek mondható alapozó, de amit láthatjátok, viszonylag szilárd az állaga. És emlékszem, hogy amikor először használtam, úgy próbáltam ki, hogy ide tunkoltam bele az ecsetet, és úgy vittem fel a bőrömre, na hát katasztrófa lett a végeredmény, és utáltam, ahogy kinézett a bőrömön. De aztán szerencsére eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha inkább úgy vinném fel, hogy az ujjamat mártom bele, és akkor ilyen csíkokat húztam bele a bőrömre, és azt dolgoztam el ecsettel. Na és úgy egyszerűen isteni volt a végeredmény, nagyon szép a fedése, egy kicsit ilyen púderes hatású lesz, amikor felviszem a bőrre. Ha olyan helyre megyek, ahol fontos, hogy tényleg tökéletes legyen a bőröm, meg úgy az összkép, meg minden, akkor csak és kizárólag ezt használom. Valahogy olyan, mintha ezeket a bőregyenetlenségeket is így kiegyenlíteni. Szóval, aki hasonló problémákkal küzdenek, szerintem érdemes kipróbálni. Az egyetlen dolog, amit annyira nem szeretek benne, az az illata, de szerencsére nem érezni sokáig úgy, hogy ezt el tudom viselni. Egyébként ez a Warm Almond 0,45-ös árnyalat. Másik alapozó az pedig a Catrice HD Liquid Coverage alapozó a 0,20-as Rose Beige árnyalatban. Ez egy ilyen kis pipettás, csepegtetős, folyékony alapozó. Ez tényleg folyékony, tehát ez amikor ide a készfejemre rá csepegtetem, gyakorlatilag elfolyik. Ez elvileg egy mattító alapozó, amivel én egyébként nem teljesen értek egyet. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy amikor ezt felviszem a bőrömre, nem érzem azt, hogy alapozó van rajta, mert hogy annyira természetesen simul rá és olvad bele a bőrbe, annyira természetes hatású, egyáltalán nem maszkszerű. Rajta is van amúgy, hogy second skin effect, és ez valóban így van. Viszont ez egy ilyen, hát enyhe közepes fedésű alapozó, szóval akinek durvább bőrhibái vannak, annak ez kevés lesz, mindenféleképpen kell merni korrektor, hogyha van esetleg valami nagyobb pattanás, vagy pirosság, vagy hasonló, de egyébként tényleg gyönyörű vele a bőröm. Maradjunk akkor az arcravaló termékeknél, itt van a Love Cosmetics Perfectitude Translucent Loose Powder, ami egy ilyen laza pórpúder, ilyen kis tekerős tégelyes teteje van, itt van egy ilyen kis pufni,
és akkor ha felnyitjuk, akkor ott van maga a porpúder. Ezt én igazából a sminkemnek a fixálására szoktam használni, nem kifejezetten egy ilyen mattító púder, tehát aki mattító púdert keres, az szerintem ne ezt vegye meg, mert ennek nem ez a fő funkciója vagy a fő jellemzője, de mondjuk aki szokott így bakingelni, tudjátok itt így a szem alatt a korrektort, annak is tökéletes választás lehet, én ezt nem nagyon szoktam csinálni, nincs igazából színe, tehát plusz fedés nem ad, csak rögzíti az alapozót, illetve a korrektort. Aki még nem ismeri a Love Cosmetics termékeket, azoknak elmondom, hogy a kijelölt Müller drogériákban lehet kapni őket. Volt néhány Love Cosmetics termékről is bejegyzés a blogon, úgyhogy beteszem ezt is a videó alá, aki még nem hallott róluk, annak érdemes elolvasni, hogy ez milyen márka is pontosan, és milyen termékeik vannak. A következő, amiről beszélni szeretnék, az egy pirosító, mégpedig a Revlon Powder Blush with Brush. Frappáns név. Szóval ez egy pirosító, a 003-as Marvelous. Tehát ez egy Revlon pirosító a 003-as Marvelous árnyalatban, ami kifejezetten egy ilyen őszi-téli árnyalat szerintem, mert hogy kicsit ilyen májvás, sötétebb szín, én nagyon szeretem ilyenkor ezeket az árnyalatokat, most is ez van egyébként rajtam. Ez inkább matt finishű, esetleg egy nagyon-nagyon-nagyon enyhe fénye lehet, de semmi csillám, meg semmi ilyesmi, szóval én szoktam hozzá highlightert használni, mint ahogy most is, és mindjárt el is mondom, hogy mi az, de nagyon szeretem most így össze ezt a színt. Szóval a highlighter, ami egyébként most is rajtam van, az a MAC Mineralize Skin Finish Soft and Gentle, ami egyszerűen gyönyörű, de tényleg annyira gyönyörű, hogy sírni tudnék, annyira szeretem őt. Úristen, de szép fénye van, annyira szép, hogy nem tudok betelni vele. Kicsit talán ilyen pezsgőszínű highlighter, de gyönyörűen terül el a bőrön, bár amikor az ecsetet belemártom, akkor eléggé porzik, de ettől függetlenül szerintem gyönyörű fényt ad, csillog, egyszerűen isteni. És hogy a bronzosító sem maradjon ki a sorból, hát ezért nagyon sokáig küzdöttem és szenvedtem, hogy végre az enyém legyen, de aztán az Amazonról sikerült nagy nehezen megrendelnem. Ez a Physicians Formula Butter Bronzer nevű bronzosítója, mégpedig a bronzer árnyalatban. Ilyen kis cuki csomagolása van, így néz ki maga a bronzosító, és itt egyébként van egy ecset is alatta megtükör, de az ecsetet azt kb. Soha nem használtam, és amit először megérez az ember, amikor kinyitja, az egy ilyen kókuszos, ananászos, piña colada koktél illat, szóval aki nem bírja ezeket az illatokat, annak nem javasolom ezt a bronzosítót. A YouTube-on rengetegen imádják, például Kathleen Lights, illetve Tati is nagyon sokat beszélt róla, hogy mennyire szeretik ezt a bronzosítót, és tényleg annyira tökéletes, mert pont megfelelő a tónusa, ebben a szürke időben, amikor az ember arca már kicsit sápat meg fakó, akkor gyönyörűen fel lehet melegíteni vele az arcbőrt. Isteni a textúrája, nagyon szép színe van, igazából nincs nagyjából fénye sem, talán egy icipici lehet, hogy van neki, de semmi csillám, meg semmi ilyesmi nincs benne. Gyönyörűen terül el a bőrön, szinte beleolvad, annyira könnyű vele sminkelni, hogy tényleg egy álom. Ha tudjátok, akkor szerezzétek be, mert tényleg nagyon szuper. Ha jól emlékszem, csak két árnyalatban lehet kapni. Ez a sötétebbik, de ahogy látjátok, egyáltalán nem sötét ez sem. iHerb-en, illetve Amazonon lehet kapni, amikor éppen kapható, mert szinte mindig out of stock. Annyira elkapkodják, hát de mondjuk megértem, hogy miért. Jöjjenek akkor a szemsminkek, először is a Sleek Eye Divine Vintage Romance palettát szeretném nektek megmutatni, kibírom nyitni, igen, kicsit nehéz kinyitni, de legalább jól záródik. Ezt már mutattam nektek a Glamour napos szerzeményes videómban, ezt a Müller drogériában vettem, ugye most már egy ideje lehet kapni a Müllerekben Sleek sminktermékeket, és ez számomra a tökéletes őszi paletta, mert vannak benne aranyos színek, akkor ilyen liás, májvás árnyalatok, fekete, szóval gyönyörű sminket lehet el csinálni, egyébként a mostani sminkemet is ezzel készítettem. Ha esetleg érdekelt titeket, hogy hogyan készült el ez a smink, akkor írjátok meg kommentben a videó alá, és akkor csinálok egy ilyen smink videót. De a lényeg, hogy ez a paletta szerintem tökéletes, nagyon jól pigmentált, én nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve. Picit porol egy-két szín, de én azt gondolom, hogy annyira nem vészes, hogy ne lehetne vele dolgozni. Matt árnyalat az nem túl sok van benne, de én nagyon szeretem a fényes szemfestékeket,
És hát mondom, ez a színös szállítás így őszre nekem egyszerűen tökéletes és gyönyörű, és imádom ezt a palettát. Erről a palettáról is írtam már egyébként a blogon, és ott találtok színmintákat is, szóval ha kíváncsiak vagytok rá, akkor kattintsatok a videó alatt található linkre. És akkor még néhány szemsminte, itt nem kifejezetten egy adott márka, egy termékéről szeretnék beszélni, hanem úgy általánosságban ezekről a szemfesték stiftekről. Van itt Love Cosmetics-es, aztán Kiko, Pupa, illetve Essence, bár ez egy picit különbözik a többitől, de a lényege ennek is ugyanaz. Nagyon szeretem őket, mert pikpak, össze lehet hozni velük egy nagyon szép szvet. Önmagukban is lehet használni őket, vagy akár szemfesték alapként is, ki mit szeret. De tényleg nagyon egyszerű használni őket, csak kitekerem, eloszlatom a szemhéjamon, az ujjammal vagy egy ecsettel eldolgozom, és gyakorlatilag készen is vagyok. De lehet akár használni egy tusecsettel, ilyen kicsit természetesebb tusvonalt húzva. Azt is nagyon szeretem még benne, hogy ide az alsó vízvonalhoz tök jól fel lehet vinni, hogy ilyen kis stiftes formájú, szóval tényleg nagyon szuperek. Van itt egyébként tópos árnyalat, bronzos, sötétbarna, pezsgőszínű. Mutatok egy-két swatchot azért, hogy mégis lássátok, hogy milyenek. Itt van például ez az Essence, ami szerintem az egyik legkülönlegesebb szín az összes közül, mert kicsit lilás, kicsit tópos, nagyon-nagyon szép színe van, és nagyon jó krémes. Itt van ez a Love Cosmetics, ami egy ilyen barackos, fényes, pezsgőszínű árnyalat. Ez egyébként egy picit ilyen hűsítő érzés, amikor felkenem a szemhéjra, szóval ez már csak azért is nagyon szuper. Aztán itt van a Kikónak egy ilyen bronzos, de picit rózsgoldos árnyalatú. Hoppá, melyik az? Ez itt. De láthatjátok, hogy nagyon szépen fénylik egyébként mindegyik, szóval tényleg egyszerűen isteniek. Ja, és nagyon tartósak, az mindenféleképpen nagyon fontos. Akkor itt van még a kupától ez a sötétbarna, és ezzel például nagyon szépen lehet mélyíteni. Szóval, ha ti is ilyen egyszerű megoldást kerestek a mindennapokra a szemsmink elkészítéséhez, akkor a szemfestés tippeket nagyon tudom nektek ajánlani. Most látom, hogy az arcra való termékeknél kimaradt egy valami, amit mindenféleképpen szeretnék nektek megemlíteni. Ez az Avon Ideal Flawless Corrector a Fair árnyalatban, ami egy elképesztően jó korrektor ide a szem alatti részre, mert nagyon-nagyon jó fedése van, de tényleg annyira keveset kell belőle használni, hogy el sem tudom mondani, és hihetetlenül jól fed, tehát a sötét karikákat szuperül elkendőzi, illetve világosítja ezt a szem alatti részt. Nagyon krémes, nagyon könnyű eldolgozni akár ujjal is, tartós. Tényleg, én nem tudom, hogy mennyibe kerül ez a korrektor, megmondom őszintén, de nem hiszem, hogy túl drága lenne, és szerintem felveszi a versenyt ezekkel a nagyon istenített NYX, HD, meg hasonló korrektorokkal, úgyhogy aki keres ilyen krémes korrektort ide a szem alatti részre, annak az Avon Ideal Flawless korrektort nagyon tudom ajánlani. És már csak az ajakra való termékek maradtak, először is egy ajakradírról szeretnék nektek beszélni, ez az Elfnek egy ilyen rúzs formátumú ajakradírja, ami szerintem zseniális találmány, mert én annyira nem szeretek így belenyúlkálni, turkálni ezekbe a tégelyes ajakradírokba, és akkor így kibányászom rá a számra, és akkor, na mindegy, szóval nyilván itthon tök mindegy, az ember kezet most tiszta a keze, megoldható a dolog, csak mennyivel praktikusabb egy ilyen rúzs kiszerelésű ajakradír, amit csak így fölkenszt a szádra, pár másodpercig ott dörzsölgeted. Ez tényleg nagyon hatékonyan radíroz egyébként, ugye főleg ilyenkor télen azért szárazabb az embernek a szája, meg hogyha valami matt ajakkencét teszünk fel, vagy valami sötétebb árnyalatot, akkor mindenféleképpen kell előtte radírozni, és egyébként hihetetlenül finom, ilyen édes illata van. Szerintem ez egy cukros ajakradír, most annyira nem néztem meg, megmondom őszintén, de amellett, hogy radíroz, van benne valami kis hidratáló dolog is, mert érzem, hogy utána hidratáltak is az ajkaim. Szóval ez is egy nagyon jó dolog. Én ezt is az iHerb-ről rendeltem, de érdemes megnézni más webshopokat is, ahol lehet kapni e.l.f. Cosmetics termékeket, mert lehet, hogy ott is van. És a végére három ajaktermék maradt, ami hát mindhárom ilyen kis nude szín, szóval igen, hát a komfortzónámból nem nagyon léptem ki most sem. Erről a Clinique Rouge-ról volt már szó a Glamour napos szerzeményes videómban, valami szösz van itt most a szám fölött. Ez a Clinique Pop Matte Ajak Rouge a 01-es Blushing Pop árnyalatban, ez van egyébként most is az ajkaimon, egy ilyen gyönyörű, szép, kicsit talán
rózsás, barnás, nagyon természetes ajakszín, nem teljesen matt, én inkább ilyen szaténmatnak mondanám, de hihetetlenül kényelmes viselet az ajkakon, annyira krémes, nem szárít, egyszerűen isteni ez a rúzs, úgyhogy lehet, hogy fogok még belőle venni más árnyalatot is, mert imádom, tényleg így gyakorlatilag azonnal beleszerettem, ahogy először felkentem a számra. Aztán itt van az Essence Matte ajakrúzs a 02-es árnyalatban. Ez egyébként nagyon hasonló szín a Clinique-hez, sőt, megdöbbentően hasonló, de picit talán inkább rózsaszínesebb árnyalat, és ennek is nagyon hasonló egyébként a textúrája, illetve a finise is. És hát ezek az Essence ajakrúzsok annyira nevetségesen olcsóak, és szerintem nagyon-nagyon jók, úgyhogy tényleg az ember nem nagyon tud velük mellé nyúlni, és csodás színekben kapható, úgyhogy ezt is nagyon szeretem. És a végére még egy e.l.f. termék, ami ilyen kis ajakstift, vagy rúzsceruza, vagy nem is tudom milyen kiszerelésű, de ez is matt finisű, ez egy picit mattabb, mint az előző két rúzs, illetve ez inkább rózsaszínesebb. Mindhármat nagyon szeretem, hát tényleg nagyon hasonló árnyalatok, de én a hétköznapokon ezeket a színeket szeretem, és hát igen, most azért a matt láz engem is elkapott, pedig eleinte nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem szerettem a matt ajakrúzsokat, meg ajakkencéket, meg semmit, aminek matt finise van, de ezek azért nagyon jók, mert mindegyik nagyon kényelmes viselet az ajkakon, nem szárítanak, szóval semmilyen ilyen furcsa szárító vagy feszülő érzés nincs az ajkakon, amikor ezeket viselem. Ezek lennének az én őszi kedvenceim, ne haragudjatok, hogyha kicsit kapkodtam meg, siettem, de szerettem volna minél több mindenről beszélni nektek. A videó alatt megtaláltok mindenféle kapcsolódó linkeket, úgyhogy aki szeretne a videóban bemutatott termékekről részletesebben olvasni, az mindenféleképpen nézzen be a videó alatti leírásba. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljatok és kommenteljetek, és iratkozzatok fel a csatornámra, mert annyira szeretném, hogyha évvégéig összejönne a 20 000 feliratkozó, és már nem vagyunk olyan messze, szóval nem lehetetlen küldetés, én nagyon-nagyon örülnék neki. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!